Sziasztok, Attila vagyok Isten királyságából, és ti megnéznétek egy olyan filmet, vagy több részes filmet Jézusról, melyet mormonok is jezsuiták raktak össze, illetve elég okkult zenei háttere is van neki. Nos, a keresztény világban, de a magyar keresztény világban is igencsak van egy felkapott film, és a Biblia azt mondja, hogy mindent vizsgáljatok meg. Na most, a kedvetekért lefordítottam egy 5 órás dokumentumfilmnek a két perces kettcsináróját, ahol elmagyarázzák, hogy van egy film, és tudta de, hogy ez és ez a háttere neki. Természetesen az 5 órás dokumentumot most nem nem fordítottam le nektek, de ha gondoljátok, akkor belinkelem a videóba, úgyhogy jöjjön a bejátszás. Tudtad, hogy a The Chosen a kiválasztotta nem csak egy sorozat, hanem egy jegyzett vállalat? Tudtad, hogy Dallas Jenkins csak 44%-ban tulajdonosa a The Chosennek, és hogy a többi társ tulajdonos mormon? Miért van egy állítólag a hiteles Jézusról szóló műsor mormonok társ tulajdonában? Tudtad, hogy Dallas Jenkins igazából újra és újra kijelentette, hogy a keresztények és a mormonok ugyanabban a Jézusban hisznek? Miért jár mormon podcastokba, ahol a mormon hitet védi? Tudtad, hogy a második évad nagy részét a mormonok díszleteivel forgatták jutakban, amelyet még soha nem használtak nem mormonok? Tudod, hogy a With Angel vagy Angel Studios a forgalmazó cég, amelyel a The Chosen partnerségben áll, igazából teljesen mormon tulajdonban van, és a mormonok üzemeltetik. Arról nem is beszél, hogy a legtöbb más projektjüket mormonok készítik és vezetik. Tudtad, hogy Jonathan Rumi jó barátságot ápol a New Age népszerűsítőivel és aktivistájával, Russell Brandel, és igazából a közösségi médiában is népszerűsítette őt? Miért inspirálta Jonathan Rumi-t a Jézus játszó szerepéhez? James Martin, jezsuita pap, aki a katolikus egyházban az LMBT egyik legnagyobb támogatója? Tudtad, hogy Jonathan Rumi maga is kijelentette, hogy ő egy templomos lovag, és jelenleg is folyamatban van a pápai lovaggá avatása. Tudhat, hogy Dallas Jenkins és Tyler Thompson forgatókönyvírók, valamint Matt Nelson és Dan Husseltine zeneszerzők nyilvánosan hivatkoztak és idézték, sőt, egyes esetekben még dicsérték is Richard Rourt, aki egy katolikus univerzalista pap, aki a Krisztus Tudatot hirdeti? Tudhat, hogy Jonathan Rumi a közösségi médiában aktívan és folyamatosan bibliaellenes és katolikus gyakorlatokat népszerűsít? Tudtad, hogy a The Chosen Jézusa nem az igazi Jézus? Miért találkozik Dallas Jenkins és Jonathan Rumi a pápával? Na hát mit szóltok ehhez? Lehet, hogy többen bekajáltátok ezt a filmet, de most már látjátok, hogy ez a modern Jézus ebben a The Chosen vagy a Kiválasztottak című filmsorozatban az egy mormon és jezsuita ihletésű hamis Jézus. Ugye a pálapostól azt mondja, hogy ha valaki jön hozzátok és egy más Jézust hirdet, egy más evangéliumot és egy más szellemet fogadtok be, akkor azt szépen eltűritek. Jézus azt mondta, hogy nagyon sok hamis Krisztus és hamis próféta lesz az utolsó időkben, csak azért, mert van egy Jézus film még nem biztos, hogy a Biblia Jézus fogják nektek bemutatni, és hát Magyarországon híres hitvédők is benyelték ezt a filmet, sőt, az egyiket olvastam, és hát neki nagyon tetszett. Bekajálták a mormon és jezsuita Jézust. Úgyhogy nem tudok más mondani nektek, a Bibliát olvassátok, és mindent szűrjetek ki, ami nem egyezik Isten igéjével, mert az ördög is jön, és kiadja magát a világosság angyalának, persze, hogy ő is Jézus filmet fog hirdetni. Egy jó kis újvilágrendes, katolikus, jezsuita, okkult Jézus fog nektek hirdetni. Szuper jó, Modern Jézus filmmel. Ha nagyon akartok Jézus filmeket nézni, akkor nézzétek inkább ezeket a régebbi vizuális Biblia meg ilyen Jézusfilmeket, amikor ott látjátok a vers számot alul, kitéve, hogy éppen most hol tart, mert ott tényleg akkor az ige szerint fogjátok látni, nem pedig betoldása, hogy Jézus szájába adnak szavakat, meg ilyen bugyutaságok. Hát kik vagyunk mi emberek, hogy ilyen mindenféle furcsa teológiákat belecsempészünk. Isten igébe, nagyon vigyázzatok magatokra, az ördög szertejár keresse, hogy kit el. És ne felejtsétek el, hogy Isten! ugye ő az igazság istenne belőle semmilyen hazugság nem származik, semmilyen átverés, és uh, mi is maradjunk a keskeny úton, és a bibliai Jézust kövessük, ne pedig a szórakoztató iparnak a megtévesztő hamis Jézusait, jó? Ennyit akartam csak mondani, legyetek áldottak, vigyázzatok magatokra, olvassátok a Bibliát, tegyetek tanítványokká minden népeket, tegyük le a bűneinket, tegyük le a kontrollt, és kövessük az Úr Jézus Krisztust a keskeny úton, aki engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ne a szórakoztatás, keresjük ne az élvezeteket keressük, hanem Isten akaratát. Attila vagyok, Isten királyságából. Sziasztok!